Újra itt vagyunk, ez az Egyenlítő az Ózon TV-n, és a második témánk azt hiszem a szülők, a gyerekek, és talán mindannyiunk számára izgalmas, érdekes lehet, hiszen az iskolakertekről lesz majd szó. Egy alapítvány ezt most már felkarolta, és egyre több iskolában, óvodában, nevelés intézményben bukkan fel, hogy miért vannak, mi a céljuk. Na, erről fogunk egy picit beszélgetni, meg egy kicsit a környezet tudatosságról Habritter Andrással, a Győri Egyetem docensével, az Iskolakertekért Alapítvány egyik vezetőjével. András, miért jött létre egyáltalán az Iskolakertekért Alapítvány? Gondolom, hogy egy-két iskola már elkezdte az iskolakerteket, aztán szükség volt az alapítványra is egy idő után? Így van. Régóta vannak iskolakertek Magyarországon, tehát több mint 150 éves a történetük, de mostanában egy újjászületést tapasztalunk, és azt a visszajelzést, vagy jelzést kaptuk iskolakertektől, magunk is egyébként iskolakert művelők, iskolakert vezetők vagyunk, hogy nem tudnak egymásról, valahogy össze kellene őket fogni. Ahogy szoktuk, miért van erre szükség egyébként? Azért, mert vannak problémák, nehézségek, amire vannak jó megoldások, és az mégis nonsense, hogy például ez a nyári fenntartás, hogyan éljük túl a nyarat az iskolakerttel, amikor legjobban nőnek a gyomok. Ha erre van egy jó megoldása mondjuk egy baranyai iskolának, azt ne kelljen újra kitalálni Borsodban, vagy Beregszászon akár. Egymás között ezek a jó gyakorlatok. Tehát valahol a kommunikációt is gyakoroljátok, így meg van. Az ötleteket adjátok, meg gondolom sok helyen segítetek elindulni? Erre is van példa. Tanácsadással elsősorban, illetve tavaly elindult az Országos Iskolakert Fejlesztési Program az Agrárminisztérium támogatásával, aminek mi vagyunk a koordinátorai. Kicsit tegyük helyre a dolgokat. Mi az iskolakert? A Wikipédián ott van egy definíció, de nyári szünetben gondolom nem ez a lényeg. Inkább a fő elemeit mondom, hogy egy gyerekközösség kell hozzá. Lehet ez óvodai, iskolai is. Rendszeresen kell csinálni, a gyerekeknek tevékenyen, tehát tényleg össze kell piszkolni a kezüket, össze kell mancsikolni azt a földet meg a növényt. Értelmező módon kell ezt művelni, és hát van benne játékosság, rekreáció, pihenés is. Mit termelnek az iskolakertek? Tehát mi az, amire a te tapasztalatod alapján rámentek leginkább ezek a kis kerthelyiségek az iskolák, óvodák mentén? Hát a legkülönbözőbbeket, tipikus a virág, gyógynövény, zöldség, de vannak példák gyümölcsösre is, sőt, ahol állatot tartanak, arra is van egy-egy állatot példa. Állatot is tartanak? Igen. Milyen állatokat tartanak? Hát akár nyulat, vagy sertést, tyúkot, de láttam olyan iskolakertet. Gondolom, hogy nem a városi iskolák azok, akik mondjuk nem. Nyulat vagy disznót tartanak. De láttam Berlin belvárosban olyan iskolakertet, ahol méhek voltak, tehát méhkaptár. Ó. Annyi volt csak írva, hogy ide ne álljatok, mert itt közlekednek a méhek, de semmi, nem azért volt ebből ott már talán a szülők is bevállalósabbak akkor, nem? Igen. Ez gondolom, hogy az iskola és a szülői közösségnek az egymásra találását is jelenti, hogy van egy kertünk, használjuk ki együtt, és a vállalkozó szellemű gyerekek, vagy minden gyerek szálljon be, és próbáljunk paradicsomot, zöld borsót termelni? Mindenképpen van egy ilyen közösségfejlesztő funkciója, feladata, és nem csak, hogy minden gyerek, hanem minden pedagógus, minél több pedagógus lépjen be ebbe a tevékenységbe. Ez a nemzetközi trend, vagy a nemzetközi jó gyakorlat az iskolakerteknek. Azok működnek jól, ahol nem csak a biológia tanár csinálja, hanem mások is megtalálják a lehetőséget, hogy a saját szaktárgyuknak valamilyen részét kivigyék a kertbe. Mire gondolsz? Itt gondolom a biológia órán nyilván zöldborsot vagy a említett paradicsomot meg tudja mutatni. Ki tud még mutatni esetleg valamit? Na, például a földrajztanár az időjárás témát, mégiscsak kint zajlik, vagy a felszíni formákat. Aha. De van arra is példa, hogy képzőművészetet kivisznek, de még az informatikát is ki lehet vinni, kint készíteni digitális fényképeket, és aztán az bent feldolgozni, vagy QR kódokkal feliratozni növényeket. Tehát, ha jól értem, akkor ez egy lehetőség tulajdonképpen, hogy kilépjünk az osztályteremből, igen, egy kicsit visszakapjuk a természetet, és egy kicsit a gyerekeket mire lehet még nevelni ezzel? Igen, ez a szabadban tanulás, van egy ilyen nevelési irányzat, annak a lehetőségének a kihasználásáról szól, ami egy, hát egy érdekes lehetőség, mert a tantermeket azért hozták létre, hogy ott a váratlan dolgok nem nagyon történnek, ott be van minden hát egy kicsit állítva. Beskatuljázott az ember, nem? Igen. Pláne a téli hónapokban. Igen, tehát nem nagyon történnek olyan dolgok, amik elviszik valamilyen más irányba az oktatást, de szabadban persze ezek működnek, és meg lehet úgy is közelíteni, de talán hibás, hogy tegyük fel, veteményezek a gyerekekkel. És akkor találnak a vetőbarázdában cserebogár lárvát.
na akkor ez mi, András bácsi? Akkor ezt le lehetne ütni úgy is, hogy most veteményezünk, majd tegyük félre, majd később megbeszéljük, de ezek kihagyott zicserek. Tehát a szabadban oktatásnak az az egyik sajátosság, hogy mindig hoz az élet valamit, amitől a gyerekek motiváltak lesznek, meg akarják tudni. És akkor például ennél a példánál maradva, meg lehet beszélni a táplálékláncot ezen a cserebogárlárván, és aztán kiukadhatunk a végén oda, hogy kitesszük valahova az aszfaltra rigóknak azt a lárvát. Azt a lárvát. Jó, magad is gyakorló iskolakertész, ha jól értem akkor. Igen. Dacára annak, hogy egyetemi docensként dolgozol. Hát a tanítóképzésben tanítok elsősorban, illetve gyógypedagógus képzésben, ahol sikerült visszahoznunk a tanterbe a régi iskolakerti oktatást, és a gyakorlóiskolában is van egy szakkörünk, ahol viszont kisgyerekekkel csináljuk. Mennyire érdeklődőek a gyerekek? Én azt hiszem, hogy talán az ő oldalukról a legkönnyebb az iskolakerteknek a beindítása, illetve fenntartása. Ugye? Szeretnek szabadban lenni, és rá is éreznek, rá is kapnak. De ezt játéknak érzik, vagy inkább egy felelősségnek? Is. Mindenképpen fontos a játékosság benne. Talán ez különbözteti meg legjobban a régi, mondjuk az 50-es, 60-as évek iskolakertjeitől, tankertjeitől. Ugye voltak a akkor a Michurin kertek, meg igen. Mi a különbség egyébként azok között, az 50-es, 60-as évek? Akkor még nem volt szempont a környezeti nevelés, az még az előtti korból származnak ezek a kertek. Elsősorban a termelés, munkára nevelés volt hangsúlyos, illetve a biológia órához legyen szemléltető eszköz, vagy szemléltető növény, ezeket állítsák elő. És ha megkérdezünk mai, tehát ebben a korban iskolakerti élményeket szerző embereket, akkor ilyeneket hallunk tipikusan, hogy hát jó volt, milyen jó lenne a mai gyerekeknek is, vagy hát őszintén szólva azért nem szerettük. Most már így visszagondolva jó volt, de akkor nem szerettük. Ezzel komolyan kell foglalkozni. Ennek a fő oka szerintem az egyik, hogy elsiklott a játékosság benne, és ezt megerősítik egyébként a mai tudományos kutatások is, hogy ez az irányítatlan szabad játék, ez nagyon kell a gyerekeknek, és nagyban fejleszti a kreativitást. A másik pedig az értelmező jelleg, hogy nem beszélték meg, hogy éppen mit csinálnak, miért jó ez, mi az oka, miért pont így csináljuk, miért nem másképpen. Ugye a termelés volt a hangsúlyos, sokszor ugye pont a pedagógusnak a szolgálati kertjét műveltette meg a gyerekekkel, ezt nyilván a gyerekek is észrevették. Apropó, ha már a tulajdonviszonyoknál tartunk, ezek a kertek, kertecskék, ezek gyakorlatilag az iskola mellett működnek, vagy akár lehet mondjuk 500 méterrel, egy kilométerrel arrébb. Ezek hol vannak? Többnyire, jelen pillanatban? Tipikusan az iskola óvoda kerítésén belül, de egy tavalyi felmérés szerint 15%-ban külső helyszínen, ami lehet egy magánterület, egy önkormányzati telek, egy művelődési intézménynek az udvarán. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak elvi lehetőség, hanem gyakorlati példák is mutatják, hogyha egy iskolában nincs elég terület, és hogy a szaladgálástól tényleg nem szabad elvenni helyet, akkor ezt meg lehet valósítani máshol is. De az alapítvány révén azért rálátsz ezekre a iskolakertekre. Milyen extrém ötletekkel találkoztál? Mi a jellemző egyébként, és ehhez képest mi az, ami extrémnek számít? Az egyik, a Csorvási iskolakertben például minősített, tanúsított ökológiai gazdálkodás volt, és ott meg tudták azt is oldani, hogy legálisan árusították piacon ezeket a termékeket. Tehát azt mondod, hogy az iskola, mondjuk akár lehet márkanév is, az iskolakert, és akkor a csorvásiak a paradicsomokat árulták? Igen, szállított gyógynövényeket, és így tovább, és az ebből bejött pénzből mentek osztálykirándulásra. Ez csodálatos ötlet egyébként. Igen. Igen. És bevallom őszintén, még egyszer emlegetted nekem, még mielőtt ide leültél, van, ahol halastó van. Éppen múlt héten jártunk a Mosonmagyaróvári Hildegárd óvodában. Itt egy kis halastó van a gyerekeknek, nyilván korláttal elkerítve. És, de ez a halastó, ez inkább helyen. Díszhalastó, vagy pedig ez ugyanúgy gazdálkodásra szolgál? Ez díszhalak, díszhalastó, de a tó mellett van egy gazdálkodó kertjük is veteménnyel, illetve egy nagy fajszámú gyógynövénykerttel. Sőt, még a komposztáló mellett van egy trágyagilisztás komposztálójuk is. Fantasztikus. Egyébként én azt gondolom, hogy ma, amit én például a telkemen csinálok, a fűnyírás, a komposztálás, a kis paradicsom veteményes, akkor ezt már akár óvodáskorban el lehet kezdeni ennek a okosítását a gyerekekben? El lehet, sőt, ajánlatos is. Az óvodás, illetve a kisiskoláskor az az életkor, amikor a természethez való érzelmi kötődést meg lehet alapozni.
Később ez nehezebben pótolható. Fogékonyak egyébként a városi gyerekek arra, hogy paradicsomot termeljenek, mondjuk, ha már ennél a példánál maradtunk? Sokuknak lehet, hogy ez ilyen kuriózum, vagy valami extrém dolog, de fogékonyakra lett pont azért, mert nem egy hétköznapi dolog. És a szülők mit szólnak hozzá? Mert nyilván találkozol pozitív és negatív reakciókkal. Támogatják többnyire a szülők. Van sok félreértés, amit el kell oszlatni. Mi lehet félreértés? Tehát magam is kapcsolatban? A saját szakkörömön elmegyek én is szülői értekezletre, és elmondom, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak az iskolakerti munkában. Nehogy azt gondolják, hogy ez csak annak kell, aki gazdálkodni akar. Tehát én nem parasztot nevelünk, már hallottam vissza ezt, azért mondom. Ilyen reakció is volt, hogy parasztot igen, hogy inkább informatikára küldje a gyereket, mert annak van valami haszna. És szerintem nem hibáztatható ezért a szülő, ha értelmesen elmondja az ember, hogy például az együttműködési készségeket fejleszti, és ezt a munkaerőpiac is felértékeli egyre inkább, vagy az egészséges táplálkozástra nevel, a környezettudatosságra. Segít jobban megérteni, amit az iskolában tanul, hogy ez ne egy absztrakt, elvon dolog legyen, hanem tudja mihez kötni. Tehát segíti a mély megértést. Akkor ezeket elmondjuk, akkor a szülő megérti, hogy miért jó ez. De valaki magától is érti. Hallottam ilyet is, hogy na végre hazajön a gyerek az iskolába, és mesél valamit, hogy valami történt. Aha, tehát ha úgy tetszik, akkor valami kis bónusz, valami kis plusz tud adni egyébként az iskolakert, illetve a helyes neve, pedagógusi magatartás ezzel kapcsolatban. Igen. Ti egyébként a pedagógusokat valamilyen módon képzitek erre? Igen, hát magam kis tanítókat, akik tanítók lesznek, illetve gyógypedagógusok az egyetemen. Mert ugye ők se feltétlenül rendelkeznek, mondjuk, ha már ez szóba esett, paraszti vénával. Nem. De azért lehet erre képezni, vagy lehet erre fejleszteni? Lehet képezni, és most van egy akkreditált pedagógus továbbképzésünk, egy 30 órás iskolakerti képzés, ökológiai szemléletű iskolakertek vezetésére. Azt mondod, hogy már van külföldi példa és külföldi kitekintés. Tőlünk nyugatabbra dívik ez az iskolakert program? Országonként különböző módon, de igen. Nagyon jó kapcsolataink vannak a németországi mozgalommal. Ők egy erős hálózatba is szerveződtek, és nagyon tehát hasonlóképpen most már, ahogy mi itt Magyarországon a ti alapítványatok révén próbálnak? Igen. Aha. És valamivel előttünk járnak, de nem sokkal. Aha. Ott gyakorlatilag már szinte minden iskolának van kis kertje, vagy óvodának valami hasonló kis művelhető területe? Nincs ott sem. Ott is olyan 20% körüli az iskolakerti arány. Uh-huh. Uh-huh. Magyarországon egyébként óvodakerteket, iskolakerteket nézzük, és tagintézményenként számoljuk, akkor 8%-ukban kertészkednek gyerekek. Tehát akkor lehetőség még mi van mindig ahhoz, hogy ha mondjuk valamelyik nevelő most látja ezt az adást, akkor csatlakozon ez a programhoz? Igen, mi megpróbáljuk az iskolakerteket és az óvodakerteket egy hálózatba összefogni. A csatlakozás részletei egyébként a honlapunkon láthatók, a iskolakertekért.hu-n. Ez egy ingyenes hálózat, és konferencián lehet részt venni, különböző műhelyi munkákat, kisebb képzéseket tartunk, könyveink jelentek meg, tehát ezekhez lehet egyszerűbben hozzáférni a tagsággal. Segíts egy kicsit, én egy budapesti belvárosi klasszikus gimnáziumba jártam, ahol bizony kert nem volt, focipályának is éppen, hogy csak volt hely. Egy ilyen iskola mit tehet? Hogyan lehet iskola kertje? Hát lehet, hogy meglep másokat is, mert engem is meglepett, hogy Budapesten a legnagyobb arányú az iskolakertekkel rendelkező intézmények száma. Itt éhesek a legjobban erre? Valószínűleg. Uh-huh. Nem tudjuk az okát, csak sejtjük, hogy vidéken azt gondolhatják a pedagógusok, hogy a gyerekek úgyis csinálják ezt otthon, itt annyira nincs erre szükség, nincsenek annyira elszakadva a természettől. Budapesten viszont erre hangsúlyt fektetnek, és tényleg Budapest vezet a kertek arányában. Na de visszatérve a kérdésre, ha alkalmatlan a terület, mert kicsi, vagy a talaj tiszta építkezési törmelék, akkor kicsiben kell megcsinálni, és leginkább a magas ágyások, emelt ágyások jöhetnek szóba. Tehát vannak erre technikák most igen. Már, hogy akár egy ilyen klasszikus betonnal körbezárt iskolában, óvodában, gimnáziumban is lehessen kert? Van erre mód. Ebbe tudtok segíteni? Igen. Uh-huh. Visszatérve viszont a külföldi példákra, például Németországban, vagy akár más országokban, miket termelnek? Van tehát olyan ötlet, amit még el lehet hozni? Németországban sok különlegességet termelnek, a sarkantyúkát például zöldségnek is, vagy malabári spenót nálunk. Jesszus, olyan neveket mondasz, amiről még én sem hallottam, igen. Igen, egérdinnye.
Ezek hát részben divatos növények is, de az az előnyük megvan, hogy mivel újak, még nincsen itthon kártevőjük. És mindenképpen a ellenálló, nagy arányban sikerélményt adó növényeket keresik az iskolakertészek, és ezek egy ideig, amíg meg nem jelennek nekik is a kártevőik, addig jól működhetnek. Most én próbálok itt a másik oldalt képviselni. Nem az a jó, hogy egy olyan növényt termesztesz, ahol a kártevőt is láthatja a gyerek? Esetleg azt is, hogy nem biztos, hogy az a bizonyos paradicsom vagy dinnye megterem, mert elpusztítja a kártevőt. Tehát, hogy mind a két oldalt lássa a gyerek. Hát nem hiszem, hogy be kellene vinni a kártevőt, mert valamilyen növényen úgyis meg fognak jelenni. Uh-huh. És ez hát probléma is, de hát ez a realitás, ez adja a lényegét. Nem szabad azt hazudni, hogy ilyen problémák nincsenek. Igen, inkább arra gondoltam, hogy a gyerek lássa azt, hogy a pozitív oldal, hogy megpróbálja a paradicsomot megtermeszteni, vagy megjeleníteni, illetve azt is, hogy bizony itt van a kártevő, és ez az a kártevő, amelyek a paradicsomot pusztítja. Tehát egy klasszikus biológia órát oda vetíteni. Igen, és mindjárt ugye ökológiai kapcsolatok is. Az iskolakertekben általában tipikusan ökológiai gazdálkodás, biokertészet folyik, részben a munkabiztonsági okokból, részben azért, mert ha meg akarjuk mutatni ezeket az ökológiai kölcsönhatásokat, hogy a katicabogár megeszi a levéltetveket, akkor mi nem pusztíthatjuk el a katicabogarat. Akkor annak tényleg ott kell lennie a fizikai valóságában. És ez mindez azzal jár, hogy sokszor el kell károlni egy terményt. Tehát annyira elszaporodnak rajta a kártevők, hogy az egészet akkor le kell kaszálni vagy sarabolni. Tehát a sikerélményt épp úgy megkapják, nem csak a biológia órát, hanem a sikerélményt, mint a kudarc élményt. Ez is benne van akkor. Benne van, és a gyerekeknek erre is szükségük van. Hogyan ösztönözhetitek egyébként a gyerekeket arra, hogy résztvevői legyenek ennek a programnak? Nyilván azon kívül, hogy azt mondta, hogy gyertek ki gyerekek, hiszen a biológia órát most a kiskertben tartjuk. Maga a szabadtéri helyszín az mindenképpen vonzó. A gyerekeknek kell építeni ezeket a kerteket az ő adottságaiknak, testméreteiknek, sok színes elemet kell betenni, kis, azt mondom, hogy kerti törpét, de van kis figurákat, falra festményeket. Tehát vannak erre technikák akkor? Vannak erre technikák, igen, és hát ott kell lenni a játéknak. Ami talán a legjobban kicsúcsosodik ez a kérdés, az a nyári fenntartás, mert nem lehet ma már kötelezni a gyermekeket arra, hogy nyáron bemenjenek öntözni. Uh-huh. És akkor erre, ahol ez jól működik, ott gyakorlatilag egy bulit szerveznek a nyári reggel 7 órától 9 óráig, amikor nem erős a napsütés, akkor locsolhatják a növényeket is, következő menetben egymást. És akkor mondjuk szabad bejárást kapnak gyakorlatilag például az iskolában arra, pedagógussal együtt arra, hogy továbbra is öntözzék, ápolják a növényeket? Igen. Uh-huh. Mert hogy anélkül is meg lehetne oldani, de nem szabad a gyerekekben azt a képet kelteni, hogy az iskolakert olyan, mint egy olvasmány, hogy májusban beteszem a fiókba, és akkor szeptemberben ugyanúgy előveszem. Az nyáron is van vele munka, sőt nyáron nő legjobban a gaz. Tehát valahogy tudatosítani bennük, hogy 365 napos munkáról igen. van szó? Igen. Pont a napokban szembesültem arra, hogy szerveznek kvázi egy tábort elég vastag összegekért, ahol környezettudatosságra, zöldségnevelésre épül magának a tábornak a tematikája. Ez gyakorlatilag az iskolakert keretében akár ingyen is megkaphatja a gyerek? Egész esztendőben? Vannak példák rá, hogy nyári tábort szerveznek, de hát azt vegyük figyelembe, hogy a napsütés miatt, az ótraibolya sugárzás miatt ez a reggeli órákra tehető az iskolakerti tevékenység. Napközben más programokat kell szervezni, és inkább eleve meglévő más tematikájú táborokba tesznek be iskolakerti reggeli programokat. Uh-huh. Picit térjünk vissza az alapítványra, hiszen azt mondtad, hogy összefogja, terelgeti ezeket. Milyen célkitűzésetek van a jövőre nézve, hiszen azt mondtad, hogy 8% körülbelül egyelőre az iskolakertek aránya igen. Magyarországon. Mi a jövő, mi a következő lépés számára? Igen, ez több mint 1100 intézmény, közülük még nagyobb részével nem vagyunk kapcsolatban. 200 óvoda és iskolakerttel vettük fel a kapcsolatot, és próbáljuk őket segíteni. Ezt szeretném minél többel először is. A másik probléma, vagy tervünk pedig, hogy valahogy nemzetköziesíteni kellene ezt a mozgalmat. Mégiscsak nonsense, hogy rengeteg ember foglalkozik vele a világon, és nincs egy nemzetközi konferenciája, vagy találkozója. Tehát ahol itt is előbbre kellene lépni. Ahol megoszthatjátok az ötleteket, illetve a lehetőségeket, és a nevelési igen. projektet is.
Abszolút, én azt gondolom, hogy követendő. Például nekem nagyon tetszik egyébként, én nagyon örülnék, hogyha pici gyerekeim olyan helyre kerülnének, ahol iskolakert van, úgyhogy én maximálisan támogatom a dolgot. Itt Magyarországon mi a következő lépés számotokra? A hálózatnak a további erősítése, illetve a határon túli iskolák, óvodák erősebb bekapcsolódása. Vannak már ilyen intézményeink volt, amelyik iskolakertekért díjat is kapott, de mi mindig kevés. Tehát arra lenne szerintünk szükség, hogy határon túl pedagógusoknak tartsunk rendezvényeket, továbbképzéseket. Van egy sokszínű iskolakert vándorkiállításunk, hogy ezt is több helyre elvigyük. Tehát egy ilyen népszerűsítő, tudásmegosztó munkára lenne szükség. Ha már a jövőben járunk, látsz arra lehetőséget, hogy egyszer az iskolakertek gazdaságosan működjenek majd? Két problémát kell ehhez megoldani. De az eladott termék az mindenképpen legálisan eladott legyen, tehát ott legyen számla és adózás, tehát így ilyen szempontból rendben legyen, másrészt meg a gyermekmunkának a nemzetközi tilalmát kell valahogy eloszlatni itt, és kezelni. De én, mint szülő mondom, hogy én számomra ez nem gyermekmunka, hogyha a gyerekem az iskolában paradicsomot termel, és azt locsolgatja, gerebízi. Erre volt már program az adóhatóság támogatásával, ahol gyerekek tényleg piacra vihettek termékeket, és mindezt legálisan, szabályosan. Tehát akár működhet is, ugye? Ez működhet, igen. Ugye ez mindenképpen egy pénzügyi tudatosságra, pénzügyi kultúra nevelés is egyben. A devizahiteles válság óta ez a nemzeti alaptanterbe is bekerült, pénzügyi kultúrára nevelés, és érti ezt az adóhatóság is, hogy milyen jó az, hogyha a gyermek úgy tanul meg eladni, hogy mindjárt számlát is ad mellé. Rögtön összekapcsolódik. Azt kell mondjam, hogy engem megnyertél az elmúlt 21-22 percben. Én támogatója vagyok ennek az iskolakertért programnak és az alapítványotoknak is, és én gondolom, hogy sokan fognak csatlakozni. Minden sok sikert kívánok Habritter Andrásnak, pedig köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen. Én pedig remélem, hogy folyamatosan az Ozon TV mellett maradnak, és nem felejtik el, hogy holnap is egyenlítő, ugyanitt az Ozon TV-n.